Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok. Jön egy videójáték, amiről igazából soha nem beszéltem a csatornámon, viszont az a fajta játék, biztosan vagytok így, így ti is vele, amit követtek figyelemmel, legalább a történetét, hogyha nem is jutottatok el odáig, hogy játsszatok vele. Na most ez a játék a Metal Gear Solid. És egy nagyon jó történetet szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani. Arról az emberről, aki rengeteget dolgozott ezen a játékon, és ikonikussá tette azt, ezt a játékot egy bizonyos szempontból, de viszont soha nem kapott semmiféle, Eh, hogy is mondjam, elismerést értem, mert ugye vár az összes elismerés videókocsimának jutott a megalkotójának, de viszont volt ott valaki a háttérben, aki szint úgy hozzájárult ahhoz, hogy a Metal Gear Solid az európai, illetve nyugati kultúra számára az a játék legyen, aminek ma ismerjük, és az a rajongó bázisa legyen, mint aminek ma ismerjük. Valamikor, mikor ilyen 8. osztályos voltam, a tanárok megkérdezték, na és mi lesz, ha nagy leszel, és gyártoksz. Azt hiszem mindenkitől megkérdezik ezt a kérdést, amikor ilyen 8. osztály köré kerülünk. És én azt mondtam a tanáromnak, hogy vagy pszichológiára szeretnék menni, vagy tolmát szeretnék lenni. Elég jó voltam az idegen nyelvekből, és gondolkodtam egy ilyen karrier. Úton, és hát végül egyik mellett sem döntöttem, bár a pszichológia hatalmas részét képezte az életemnek későbbiekben, de tolmás végül is nem lettem, maximum annyiban, hogy Angliába költöztem, viszont később realizáltam, hogy milyen rohadtul nehéz munka van a tolmácsolás mögött, és nem feltétlenül csak annyiból áll, hogy lefordítunk szavakat, ugyanis a lefordított szavakat át kell adni egy olyan közönség számára, egy olyan kultúra számára, ami azt ugye megérti és feldolgozza ezért olyan szavakat, és olyan kontextust kell találnunk a szövegünknek, amit az az adott környezet megérne, hogy Isten, hogyha egy szakmai szakzsargonról van szó, akkor akkor azt a azt úgy kell lefordítani, hogy az az adott közönség uh, megértse. Volt szeretném látni ilyen profikat, akik egy szakzsargonban tudtak fordítani, hogy megértse az az adott közönség, aki ott volt egyszerűen elképesztő, hogy milyen háttérmunka uh, áll az ilyesmi között, és kevés elismerés jut nekik. Na most itt adunk ki a Metal Gear Solid történetéről, ugyanis uh, a, hogy is mondjam, a tolmácsa, a fordítója ennek a játéknak megjelentetett egy cikket, a poligonon link a videó leírásában, aki szeretné elolvasni az egészet, megjelentetett egy cikket, és beszélt, leírta azt, hogy ő volt az, aki lefordította a Metal Gear Solidot. Na most, hát na és ugye kérdezhetitek, hát igen, ő, ő volt az, aki lefordította, viszont, annak, aki animékat néz, az tudja, hogy, hogy a japán nyelv nem épp olyan, hogy is mondjam, kerek talán, mint a nyugat-európai nyelvek is. Ezekre, a, ugye a japán szavakra megfelelő fordítást kell találni. Na most ezzel nincsen baj, amíg egy könyvet fordítasz, de amikor már egy képi anyagot fordítasz, akkor a szájmozgásnak együtt kell működnie, ugyebár a, a, hogy is mondjam, amit szájmozgásként látsz, az együtt kell működnie a többi nyelvel, és tehát nem lehet az, hogy leáll a szájmozgás, te és még beszélsz, című történet. Úgyhogy egy ilyen apróságról, Uh, és történetről szeretnék nektek beszélni. A fickó neve, aki fordította a Metal Gear Solidot, Jeremy Blaustein-nek hívják, ha jól ejtem a nevét, és egy nagyon érdekes története van. A fickónak érdemes egy kicsit el elgondolkodtatni, ugyanis a történetét úgy indítja, annak kell olvassa majd. A történet úgy indítja, hogy az utolsó alkalom, amikor videókocsimát láttam, az elül volt, és így. Mi? Mi van? Uh, és, és természetesen már így egyből rá kattansz a történetre. És, és elkezdi leírni egy kicsit a háttér uh, történetét is, és úgy gondolom, hogy egy kicsit adjuk meg a tiszteletet a csávónak, mert érdekes életutat um, járt be. Japánban dolgozott volt egy um, irodai épületben nem túl izgalmas munkával, és uh, végül a testvérének köszönhetővel, aki a Konami-nak dolgozott Csikágóban, na mindegy, elment az interjúra, hogy ott Japánban, Megnyerte a, a felvételt, legfőképp ugye annak, hogy nagyon jól beszélt Japánul, és ugye az angol miatt, illetve az, hogy ő maga is játszott egy-két előző konami játékkal, és bejutott, és hát nem mondhatni, ugye, hogy talán a legjobb állást kapta, és egy érdekes kultúrát élt le akkoriban, nem tudom, most így működik-e a japánokról, ahogyan dolgoztak. Érdekes módon az irodában csak akkor mentél oda beszélgetni a kollégával, hogyha konkrét célod volt, vagy erre utasítást kaptál, ettől függetlenül soha nem mentek oda az emberek, mert nem számított etikusnak, tehát nem mentél oda a kollégát, és mondta neki, szia, hello, hogy vagy, mert ott munka volt, és, és gyakorlatilag etikátlannak számított, ám viszont állítólag, tehát a leírás szerint az igazi áttörések mindig a, hogy is mondjam, a pihenő helyen történtek, ahol mindenki cigizett, és akkor ugye mindenki lazább volt, azt tudjuk, ugye Japánban viszonylag távolságtartóak az emberek, ha valamitől híresek, akkor erről biztosan, és, és ott kevésbé ugye voltak striktek, egy kicsit ugye mindenki lazább volt, lejjebb engedte azt a bizonyos védelmi rendszerüket, és beszélgettek, és állítólag az igazi át törések, játékokról, bármiről, mindig ott születtek, ott volt az, hogy néha egyik csoport megkérte a másik csoportot, hey, játsz a játékommal, nézd meg, milyen mond véleményt, és mivel ő volt az egyetlen uh, idegen uh, ott közöttük, előbb-utóbb megkérték rá, hogy fordítsa le a játékokat, számtalan játékot fordított le a Konaminak, uh, olyan addigra híres játékokat, lehet elolvasni, és végül, amikor hazaköltözött, egy Massachusetts-i kis fa kabinban laktak állítólag a feleségével és két kicsi gyermekével. Alig volt pénzük, ez fontos lesz és alig volt pénzük, és akkor kiderítette, vagyis kiderült számára, hogy Hideo Kojimának van egy játéka, amit úgy hívnak, hogy Metal Gear Solid, és szeretné, hogyha ez a fickó, ugye, lefordítaná neki. Nos, miután megegyeztek a dolgokban, amik elég érdekes egyesség van, fél évet kapott a munka lefordítására, és érdekes módon csak akkor fizették ki, hogyha végzett a munkával, és írta, hogy alig volt pénzük, ugye, alig tudtak megélni, de a fizetést csak akkor kapott, hogyha végzett a munkával. És a csávó, hát bele is vágta magát, és mivel hogy a japán és az angol nyelv eltérései olyan nagyok, és egyes szavak japánban rövidebbek, angolban hosszabbak, ráadásul állítólag, japánban fordítottam vannak összetéve a mondatok, ehhez képest, mint az angolban, ezért a csávónak nem, nem, elég nehéz munkája volt, is, ugye mindezt egy videó formájában kellett lefordítani, uh, és uh, emiatt elég nehéz munkája volt, úgyhogy fickó fogta, és agyon vásárolta magát mindenféle um, szakkönyvvel, uh, harci szakkönyvvel, katonai szakkönyvvel, hogy uh, megtanuljon szakzsargon szavakat, ahhoz, hogy a mondandóját bele tudja tenni uh, abba, ami a képen látható tulajdonképpen. És állítólag egy ilyen háromszor, hármas, nem nem egy kis, egy kis ilyen irodába dolgozott, ahol én fagyoskodott, amiközben a gyerekek kint játszottak, vagy éppen sírtak, és, uh, akkori, és akkoriban nagyon stresszes volt a csávó, és uh, váliumot szedett tulajdonképpen a stresszre, és az pontosan ugye az, amit uh, Solid Snake szed a játékban a stresszre, továbbá istentelenül uh, cigizett, pontosan úgy, ahogy Solid Snake is cigizik a, a a játékban, és innen született meg az egyik leghíresebb mondat a Metal Gear solid hogy nem tudod, hogy mennyire jó a reggeli ciginek az íze. Ezt így tudnám lefordítani legfontosabban. Biztosan, aki játszott a játékkal, emlékszik erre a, a, a mondatra, vagy aki nézte, aki figyelte a törletet, biztosan emlékszik erre a mondatra. Ki gondolná. Ez egyik szám szóval legérdekesebb dolog volt az egész történetében, hogy, hogy itt megszületett ez a, ez a, így született meg ez a, ez a, ez a sor. Így született meg például a Halo fogalma is a köznép számára, akár így is mondhatnám, mi vagy ez egy létező fogalom, és ugye ez még azelőtt volt, hogy a Halo játék megjelent volna, vagy ha haló megjelent volna, mivel hogy ez egy militari szakzsargon uh, igazából, és azt jelenti, hogy high altitude, low opening, szóval <coughs> tulajdonképpen a szabad esést jelenti, amivel ugye lejutották az embereket. Láthatunk ilyet a Godzilla-ban, tehát az egy Halo uh, ugrás volt. Na, innen jött ennek a, a fogalma. És még rengeteg ilyen uh, szó, vagyis hát inkább mondat volt, ami az európai és a nyugati játékosok számára szolicnéket elfogadható. Tehát olyan kultúrában beszél, hogy szolicnék annak ellenére, hogy japán volt, ugye a kitalált karakter, az európai kultúra számára elfogadható uh, karakter lett, mert olyan gondolkodásmódot uh, sikerült vele jellemezteti. Mondok egy másik példát erre. Egy olyan mondat a japán változatban, amit úgy lehetne lefordítani, hogy I'm just a guy who can only find meaning on the battlefield. Szóval csak egy. Uh, hogy is mondjam? Csak egy fickó vagyok, aki a. Hogy is mondjam? önmagát csak a csatatéren tudja megtalálni. De ha pontosan akarom lefordítani, uh, csak egy fickó vagyok, aki. Uh, hogy is mondja? Ja, igen, de fordítsuk el, csak egy fickó vagyok, aki önmagát csak a csatatéren találja meg, viszont a, az amerikai változata, hogy ez a fickó fordította, ugye, I'm just a man who's good at what he does, killing. És uh, konkrétan, ugye, ez úgy lehet fordítani, csak egy ember vagyok, aki jó abban, amit csinál ölésben. Szóval, hogyha azt nézik, hogy a kettő változata, az első, az A változat, I'm just a guy who can only find meaning on the battlefield, az az, az igaz, tényleg annyira japánosan hangzik, mint hogy az utolsó szamurájt, néztem volna meg, ja, csak az életem értelme, csak a csatatéren van, és az európai változat, hát jó vagyok abban, amit csinálok, ölök. Ez így sokkal, sokkal, sokkal tényleg uh, hozzánk, nyugatiakhoz közelebb uh, álló történetről van szó, igaz? most a csávó befejezte a történetet egy időten, ugye, és elküldte Japánba a változatot, és ott megnézték, és végül Ko Kojima-nak ott tudtára jött, hogy a munkája némileg módosítva lett. Ugye maga az író azt írja ebbe a cikkbe, hogy vagyis maga ugye a tolmás, azt írja ebbe a cikkbe, hogy hát igazából nem módosította a munkáját, csak hát egyszerűen olyan környezeti kultúrába helyezte a szöveg kontextust, illetve a legjobb tudása szerint olyanná tette a játékot, hogy, hogy elfogadható legyen a nyugati kultúra számára. most ugye ettől Kojima nem feltétlenül lett annyira boldog, az író szerint valószínűleg azért, mert ugye nem tudott két nyelvet beszélni, és nem feltétlenül értette meg azt, hogy a nyugati kultúra számára valami, hogy uh, is mondjam, másképp kell előadni uh, valamit, ért. Egyet tudok érteni ezzel a változattal, mint ahogy mondtam. is, tehát egy tolmásnak tényleg az a feladata, hogy át tudja adni azt az üzenetet, még hogyha nem szó szerint is, de át tudja adni azt az üzenetet és azt az érzést annak az adott közönségnek, hogy az megértse e, azt a valamit. Na mindegy, és a későbbiekben e, bevezették azt, hogy a to további Metal Gear szolidban bevezették azt, hogy nagyon-nagyon közelről figyelték a tolmácsokat és a fordítókat, hogy hogyan fordítják, és ennek köszönhetően születtek meg olyan vonalak, mint hogy és figyeljétek, mert hogyha animeket nézel, akkor ennél japánosabbat ritkán fogsz hallani. I won't scatter your sorrow to the heartless sea, I will always be with you, plant your roots in me, I won't see you end as ashes you are all diamonds. Ah, na most ez, ez magyarra lefordítva az, o, o, valahogy így fordítanám le megpróbálom szóros szóra, tehát nem magyarasítom le csak hogy úgy hatékony, hatásosabb legyen nem fogom elszórni a bánatotokat és, ö, bocsánat, nem fogom elszórni a bánatotokat a szívtelen tengerbe ö, mindig velem lesztek ö, elültetem a gyökereiteket magamba ö, nem fogom nézni ahogy hamuvá váltok mind gyémántok vagytok azt a rohadt <gül> <gül> igen, szóval ilyen, ilyen uh, sorok lettek végül a Metal Gear Solid -ba. de azt hiszem el lehet mondani hogy ez a csávó tette nyugaton híressé a Metal Gear Solid és megmerem kockáztatni hogy nyugaton nagyon uh, nagyobb kultúrája van, vagy hogy is mondjam nagyobb elismerése van a Metal Gear Solidnak, és ez a csávó Jeremy Blaustein um, volt az, akinek köszönhető 25 éve már, hogy sikeres a Metal Gear Solid, és, 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 és igazából uh, elég jó munkát uh, végzett a fickó, és természetesen Kojima nem, nem kommentált a dolgokról. Viszont ha igaz, ha nem igaz, valaki volt ott, aki lefordította a játékot. És belerakott olyan, olyan, olyan sorokat, hogy nem tudod, hogy milyen jó a reggeli ciginek az íze a játékban, ami, ami hát ez igazából egy kult sor. <laughs> ja, itt, ja, itt vagyunk. Még hogyha, még hogyha hallottad is ezt a sort, hogy nem tudod, hogy mennyire jó az íz, a reggeli ciginek az íze, mikor hallottad ezt a sort, most már tudod, hogy honnan van. És hogy kifordítatta. Um, srácok, ennyi lett volna ez a videó. Hashtag macskabugi, ha eljutottál a végére. Kíváncsi vagyok a, a véleményem, mit szóltok ehhez a történethez, szerintem epik és És szerettem volna megosztani ezt a magyar mm. uh, közönséggel, hogy tudjunk, hogy hogy egy kis történelmünk, rálátásunk a videójátékokra, és hogy megköszönjük a tolmácsoknak, hogy megteszik ezt nekünk. Mm. És ugye egy időben magyarul is jelentek meg játékok, és ez egyszerűen elképesztő munka. Hogy, 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 ezt megcsinálják. Nem beszélve egy olyasmiről, mint a Witcher sorozat, a, ami meg elképesztő munka lehetett mindazt lefordítta magyarra, még hogyha szövegről is van szó. Nem beszélve a Crisis Warheadről, ahol magyar szinkronhangot hangot uh, hallhattunk, ugye a Crytek Magyarország stúdiójának uh, köszönhetően, tehát ezúttal is köszi a srácoknak, és sok más Divisionnek, akik lefordították a Division első részét akkoriban, és sok más játék, ami annó megjelent magyar, uh, magyar nyelven, ez azt hiszem egy, egy elképesztő eredmény, és ezúttal is én, én legalábbis köszönöm azoknak, akik a munkájukat belefektették. Volt szerencsém fordítani uh, filmeket, csinálni rájuk feliratot, és egy elképesztően őrületes munka tud lenni. Szóval, ja, ez a videó ennyi lett volna tetszett, dobj el lájkot, iratkozz fel, uh, nyom rá a kére, hogy értesítést kapja videókról. Nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet, sziasztok!